A magyarországi high-tech suli program pályázatán nyert digitális tanteremben a diákok a legmodernebb felszerelések segítségével sajátíthatják el a tananyagot. Meghirdette a high-tech suli azt a pályázatot, amelynek az volt a feltétele, hogy általános iskolába járó diákok száma meghaladja a 200-at, hogy az iskola biztosítson egy olyan helyet, ahol föl tudják szerelni ezt a digitális taneszközt. 10 pályázatból a Petőfi Sándor Általános Iskola írta meg a legjobb pályázatot. A high-tech suli program keretében komplett tantermet szerelünk fel, egy egészen új, modern pedagógiai módszert annak megfelelően, ami a csoportmunkát, az egyéni munkát is képes támogatni. Ez azt jelenti, hogy nem a megszokott padsoros elrendezésben, hanem körkörös elrendezésben jelennek meg a padok. Ezen jelennek meg a tanulói laptopok, az interaktív panel, a tanárnak a különböző eszközei, ami lehetővé teszi a különböző csoportmunka és csoportpedagógiának az alkalmazását. A pályázat keretében a tanárok is kapnak képzést, amelyen az oktatók nem csak az eszközök használatát, hanem a tantárgyközi pedagógiában és a projektoktatásban való felhasználásukat is elsajátíthatják. Minden tanórán, tanítási órán használható legyen, tehát egy olvasmány feldolgozásban 3D-ben kinyújtatják az olvasmány főszereplőit például, vagy tehát olyan tantárgyakban is használható, amit el sem tudunk képzelni. Nagyon fontos a tantárgyak összekötése a projektoktatásban, amikor több tantárgy tudását tudják itt a tantermen belül hasznosítani. A pályázat által az iskola több mint 8,5 millió dinár értékű felszereléssel lett gazdagabb. Szerbiában eddig ez az egyetlen így módon felszerelt tanterem.